Már rögtön az elején szeretném azt tudatosítani, hogy tulajdonképpen itt a fogalmak azok keverednek, mert valaki kábítószert mond, van, aki drogot mond, de a mi esetünkben kábítószer kifejezést kell használni. Annál is inkább, mert drognak nevezzük mindazokat az anyagokat. Eközben élelmiszereket is egyébként. Gondoljunk itt csak, hát nem élelmiszer, de mégiscsak kábítószer a nikotin, ugye? Különféle természetes vegyületek, különféle teakészítmények, a fekete kávé, és sorolhatnám tovább. Egyértelmű, hogyha azt mondjuk, hogy kábítószer. Kábítószer, mint tudjuk, tudatmódosító szer, anyag, és ide tartozik többek között az alkohol is. Azért jegyzem elsősorban is az elején az alkoholt és a kábítószerként használt cigarettát is, mert mind a kettő függőséget okoz. Van pszichológiai, van fizikai függőség. A különbség a kettő között az, hogy a fizikai függőségnél, ami azt jelenti, hogy ha valaki már addikt úgymond régi kábítószerfogyasztó és szenvedélybeteg, az ugyebár függetlenül attól, hogy vannak próbálkozások, vannak méregtelenítési kurzusok, ez egyébként az orvosoknak a feladata, kórházi ellátást követel, és sajnálatosan kábítószer nélkül, tehát fizikai függőségről van szó, kábítószer nélkül a szervezet elveszti valamennyi funkcióját. Tehát amikor erről hallunk, hogy van pszichikai függőség is, a pszichikai függőség ugye az azt jelenti, hogy a nap 24 órájában az illető kábítószer fogyasztónak a szürke állománya és az agytekervények csak egyetlen egy téma körül, a kábítószer, a drog és ennek a megszerzése. És ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy hozzájuthasson a napi adagjához. Sajnálatosan az utóbbi időben politikai szintére került ez a téma, mert hogy ilyen megjegyzések is vannak, és már hallottátok, hogy könnyű drog és kemény drog. Hát nincs könnyű és nincs kemény, kábítószer van. És akik ezt hirdetik, fölöttibb liberálisan gondolkodnak e felett és erről a témáról. Egy-két adatot is felsorolnék ahhoz, hogy még teljesebb képet tudjunk adni erről a sajnálatosan és egyre inkább eluralkodó, de nem csak nálunk Magyarországon, hanem a világban eluralkodó méregnek, mint pestisnek a káros hatásairól. Mi itt Budaörsön, éppen azért, amikor megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, aminek az elnöke vagyok, az volt a szándékunk, hogy próbáljuk feltérképezni és egy hiteles képet nyújtani önmagunknak, szülőknek, és ha kell, még a politikusoknak is. Sajnálatosan az utóbbi időben igencsak elszaporodtak az olyan megjegyzések, hivatkozván a könnyű drogra, hogy ja, hát a marihuánát az nem az, az semmi. Na most egyet tudomásul kell venni, és én ezt amerikai professzoromtól a következőt hallottam, amikor állami ösztöndíjjal, illetve amerikai ösztöndíjjal voltam kint Amerikában, és tanultam ezt a témát, hogy az ottani addiktológusok szerint, és ők legalább 50-70 évvel előttünk járnak, és megvan a praxisuk és a tapasztalatuk ehhez, hogy marihuána fogyasztásába nem lehet belehalni. De minden olyan drog fogyasztásába igen, amit marihuánával kezdtek. A marihuána is, az alkohol is, a cigaretta is úgynevezett behetető drogok közé tartozik, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Tehát a célunk és a szándékunk az volt, hogy egy olyan hitelt érdemlő felmérést készítsünk a budaörsi diákok
és itt általános iskola 7., 8. osztály, középiskola 1., 2., 3., 4. osztályos hallgatóiról van szó, az úgynevezett ESPAD vizsgálat segítségével, ami teljes és hiteles képet ad arról, hogy a budaörsi diákok alkohol, kábítószer, dohányzási szokásai hogyan alakultak. Kis hazánk nemhogy csak fogyasztó országá vált, hanem termelő, termesztő, előállító, gyártó országá. Különös tekintettel biztosan hallottatok is, az elmúlt időszakban nagyon sok szó volt arról, hogy az úgynevezett designer drogok. Na most itt nem valami diszkós drogokra kell gondolni, hanem ez az egyik legalattomosabb kábítószer. Míg a többi kábítószerek természetes anyagokból készülnek, a designer drogok viszont kémiai, vegyi anyagokból készülnek. Természetesen ugye ezeket nem tisztítják, ezekről nem tudunk semmit. És ami nagyon fontos, és meg is nehezíti a hatóságok munkáját, az az, hogy nagy a látencia. És nem csak, hogy a látencia nagy, abban az esetben, hogyha valakit megcsípnek, nagyon nehezen tudják ellenőrizni és megállapítani, hogy az valóban kábítószer tartalmú anyag-e. Ugyanis, miért designer? Azért designer, mert olyan anyagokat dolgoznak fel, és ezekbe a vegyi konyhákba kevernek, kavarnak, forralnak, és sorolhatnám tovább, aminek a hiteles molekula rajzulatát nem tudják megállapítani. Ez állandóan változik. És éppen ez okozza a legnagyobb nehézséget, hogy mi mindig nemhogy megelőznénk ezeket a tendenciákat, és felkészítenénk a fiatalokat, nem csak a saját példából, hanem külföldi példából is. Tehát itt e tekintetben teljes, idézőjelben mondom, az egyetértés, ami a designer dolgokat illeti. Az elmúlt években a kormányzat nem nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, a fekete levét ezt meg is ittuk természetesen. Jelenti ez azt, hogy nagyon sok fiataltól kellett megválnunk, életerős, fiatal, mosolygós lány, stb., akik úgy belőtték magunkat, mint annak a rendje. Tehát, hogyha kábítószerről beszélünk, akkor elsődleges legyen az, hogy nemhogy a társadalmat, és ilyenkor gondolok az egészségügyi ellátásra, készteti arra, hogy az adózó állampolgár ezeknek a fiataloknak a gyógyítását is felvállalja, ami nagyon, de nagyon drága. Pár évvel ezelőtt a kormányzat rendelt egy nagyon alapos vizsgálatot, aminek az volt a célja, hogy szembesítse a felmérés valamennyi fogyasztót, hogy az általa használt kábítószernek milyen következményei vannak, és hogy ezek mennyibe kerülnek. Hát olyan szám jött ki, ami talán nincs is. De viszont nagyon hiteles a felmérés. Egy szociológus, Rupp Ágnes, aki hazánk lánya, de kint él Amerikában és dolgozik, őt bízták meg ennek a anyagnak az elkészítésével. És ennek ugye mondom célja az volt, hogy a közigazgatási árai mennyibe kerülhetnek. A dohányzás 97,7 milliárd. Alkohol 69,7 milliárd. A drog, illetve kábítószer 16,3 milliárd. Ideggyógyászati kezelés depresszió miatt 45,5 millió, öngyilkosság 13,3 millió. Na most akkor itt még felsorolják a depressziót külön, a dohányzás ártalmait külön, mert az egyértelmű, sajnálatosan évente egy kis településnyi lakosságot vesztünk el, a részben az alkoholfogyasztás, részben pedig a dohányzás ártalmaiként. Végül kijött
Ja, hát itt természetesen még az is benne van, az orvosi ellátás, a rendőri felderítés, kórházi kezelés, munkából való kimaradás, és sorolhatnám tovább. Nyugállományba történő helyezés, mert ezek a későbbiekben alkalmatlanak bármiféle munka elvégzésére, mind fizikai munka elvégzésére, mind pedig más egyéb, ha nem is fizikai munkáról van szó, de szellemi tevékenységet nem tudnak folytatni. Nem tudnak folytatni. 217 milliárd forintba került akkor, amikor ez a vizsgálat elkészült a társadalomnak. Hát gondoljunk bele, hogy ebből a pénzből mit lehetett volna még csinálni. Még több ilyen sportpalotát, még több uszodát, még többet a sportra, stb. Stb. Hogy miért mondom ezt? Én személy szerint is, de a szakma is ezt vallja, hogy tulajdonképpen a legjobb terápia az úgynevezett elterelés. Ami azt jelenti, hogy alapállásképpen azt tudni kell, hogy a kábítószer az jó. Ha nem lenne jó, akkor nem fogyasztanák. Na de mi lesz a következménye? Ugye? Na most ezt a fajta boldogságérzést, ezt a fajta lebegést, amit ez kivált a kábítószer, csak akkor van erkölcsi alapunk tiltani a kábítószert, hogyha legalább ezzel a boldogság érzéssel egy és azonos körülmények megteremtésével tudjuk az ifjúságot elterelni, elsődlegesen a sport felé. A sport felé azért, mert én azt hiszem, hogy nem hallottatok olyan fiatalról, akinek esetleges halálát a kábítószer, sportoló volt, és esetleges halálát a kábítószer fogyasztás okozta. Tehát azt tudni kell, hogy a kábítószer fogyasztók, akik egyébként velünk ellentétesen egy olyan világban élnek, ahol számukra a nappal az éjszaka is az éjszaka a nappal, mert rohannak, keresik a kábítószert, stb. Na most ennek megvannak természetesen a kriminális oldalai is. És ugye itt volt időszak, amikor a kormányzat arról vitatkozott, hogy most büntessük vagy ne büntessük mindenkinek privát joga az, hogy önmagát kábítja. Hát privát addig, amíg csak ez négy fal között történik. De abban a pillanatban, amikor ennek már következményeit részben a szülői ház, a szülő, a család távolabbi közvetlen környezete issza meg ennek a nevét. Szakmában van egy ilyen szakszó, hogy amikor is most egy ideális családról beszélünk, a kódependencia. Az azt jelenti, hogy egy ilyen fiúnak vagy lánynak, aki kábítószert fogyaszt és már függő állapotban van, a vele való törődés, az együttélés az szinte lehetetlen. Ennek az egésznek a levét a szülők isszák meg, a testvér issza meg, a szomszédok isszák meg. Gondoljatok csak arra, hogy egy olyan lakóházban lett ez az 10 emeletes vagy 5 emeletes, ahol hát igencsak olyan lakókkal kell együtt élni, akik vagy kábítószert fogyasztanak, üvöltenek, kiabálnak, örjögenek, vagy csak éppen alkoholt fogyasztanak. Hogy a közvetlen szomszédoknak mit kell kiállni egy ilyen rabiátus szituációban. Néhány száz, néhány adatot szeretnék ezzel kapcsolatban. Ezek a legfrissebb kutatási eredmények. A marihuána éves és havi fogyasztási adatai is arra utalnak, hogy a magyar fiatalok körében is egyre elterjedtebbé válik a marihuána fogyasztás. A marihuána terjedése azonban 1999-hez hasonlóan, mert a régi statisztikai adatokat is figyelembe vesszük, ma sem szorítja ki a hagyományosan elterjedt orvosi javaslat nélküli nyugtató vagy a gyógyszer-alkohol együttes fogyasztása.
Na most ez az egyik, ami a legveszélyesebb, mert ez magával, különösen a gyógyszerfogyasztás, amikor a fiatalok rendre elkövették azt a bűncselekményt, amikor vént hamisítottak. Ennek aztán az volt a jutalma, a több éves börtönbüntetés. Közokiratnak számít a vény, és ennek ez az ára. Így a marihuána mellett ma is ezek a legelterjedtebben fogyasztott egyéb drogok a magyar fiatalok körében. Európai összehasonlításban a magyar fiatalok átlag feletti arányokat mutatnak. Most tessék figyelni. A dohányzás, a nyugtatófogyasztás, a gyógyszer és alkohol együttes fogyasztása, valamint a borivás elterjedésében. Valamire azért szeretném a figyelmet felhívni, különösen, ami a borivást illeti. Jó magam, az Európai Borlovagrend tagja vagyok, és nekünk célunk és feladatunk az mindent elkövetni annak érdekében, legalábbis itt Magyarországon, külföldön erre nincsen példa. Nekem volt bátorságom ahhoz, hogy erről komolyan beszéljünk általános iskolai diákokkal, 6., 7., 8. osztály, középiskolásokkal, illetve egyetemistákkal, főiskolásokkal. Miről van szó? Az, hogy milyen következményei vannak, ez is nagyon elszomorító, nyilvánvaló. Különösen akkor, hogyha valaki nem ismer mértéket és nem ismer határt. Itt Berzsenyi Dánielt szeretném, a felvilágosodás egyik legnagyobb költőjét említeni, aki a következőt írta ezek kapcsolatban, hogy nem a világi jókat megtagadni, hanem azokkal okosan együtt élni tudni, a józanság jele. Tehát itt nem arról van szó, hogy drákói rendszabályokat vezetünk be. Arról viszont igenis szó van tudatosítani mindenkiben, hogy a nem mérsékelt fogyasztásnak mi a hozadéka. Ugyanakkor ma már a borfogyasztásnak, hála jó Istennek, olyan kultúrája van, és ez a minőséget illeti, amikor is nem ezekbe a pitpalackokba árulják a rosszabbnál rosszabb lőréket, és a jó Isten tudja, hogy abban miket kevertek bele, mint ahogyan belekevertek a borba, a szomszédos Ausztria, Burgerland borászai a borba, mit tettek bele, ahhoz, hogy szép színe legyen, szépen csillogjon, villogjon. Mit gondoltok? Folyékon anyagról van szó. Na, mégis mit? Nem fogjátok elhinni. Mit teszünk a kocsiba télvíz idején? Tessék? Igen. Na most hát ennek aztán az volt a hozadéka, hogy sajnálatosan nagyon sok fiatalt és kevésbé fiatalt kellett eltemetni. Ugye? Ha... Egy másik adat, és tulajdonképpen, ha bárkinek is magyarázni kell, mert mindenki azt kérdezi, az első kérdés, hogy hány kábítószerfogyasztó van, ez az egyik. A másik pedig, hány éves korban kezdődik, ez még hagyján. A hány kábítószerfogyasztóra sajnos nehezen lehet válaszolni, mert ezek látensen élnek, nem előttünk történik az ő viselt dolgaiknak a megvalósítása, nem, hanem minél fiatalabbak a társaság tagjai, annál jobban lehet őket befolyásolni, szinte egyik pillanatról a másikra, belőlük lesznek nem a dílerek, hanem a pusherek, és ahhoz, hogy valaki a napi adagjához hozzájuthasson, bizony minden esetben bűncselekményt kell elkövetni. Ugye a büntető törvénykönyv az ma is tiltja nem csak a fogyasztást, hanem a kábítószer tartását, előállítását, terjesztését, tranzitálását. Egyértelműen.
Azt mondja ez a felmérés, hogy a 15-17 éves tanulók 30-40%-ára jellemző a gyakori fáradtság, idegesség és kedvetlenség. Utóbbi a lányoknál gyakoribb, míg a 11 osztályos fiú kevesebb, mint ötöde mondta, hogy gyakran kedvetlen, addig a lányok közel harmada nyilatkozott így. A felmérés szerint a 15-17 éves lányok közel 30, míg a fiúk 18%-át depresszív hangulat jellemzi, közülük minden második fejében már megfogalmazódott az öngyilkosság gondolata. Sajnos eléggé elszomorító a kép, mert tulajdonképpen miről van szó? Miért lesz valaki kábítószerfogyasztó? Ez is nagyon fontos. Mert ha tudjuk ezt, akkor könnyebben férünk hozzájuk, könnyebb a velük felül törődés, foglalkozás, gyógyítás. Amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, természetesen hát sok fogalmam nem volt erről, és eléggé naív voltam. Az első, ami az emberben megfogalmazódik, hogyha egy ilyen fiatallal találkozik, különösen akkor, amikor a szipuzás volt divatba, aminek egyeneságú következménye a halál, tehát hülye lesz, tönkre megy a mája, meghal. Ez a perspektíva. És értetlenül álltam ezelőtt, életerős fiatalok, kedves kislányok, hogy kerülhetnek ilyen szituációba. Egy alkalommal volt szerencsém találkozni egy 16-17 éves lánygyerekkel, akivel arról beszélgettem, hogy mégis miért fogyaszt kábítószert, miért jó ez neki. Ennek a lánygyereknek volt 7, azaz 7 abortusza. Hát el lehet képzelni, hogy ezt követően milyen állapotban van, már egészségi állapotban ez a szerencsétlen gyerek. Nem, 6 fiatalemberrel volt állandó kapcsolata. És naivon kérdeztem tőle, hogy miért ennyire szereted a szexet, a fiúkat. És azt mondja, nem. Hát mondom, akkor miért csinálod? Úgyhogy azért, mert legalább minden fiútól a végén azt hallom, hogy szeret. Ennek a szeretet szónak, ennek kell kulcsszónak lenni minden tekintetben. Az, hogy azt mondom, hogy a szülők felelőssége, erre mindig megvan a válasz, hogy dolgoznunk kell, pénzt kell keresni, nincs időnk, stb. Stb. Itt nem ez a probléma, hogy nincs időnk, hanem az a probléma, hogy nincs szeretet otthon a családban. Tehát akkor, amikor én ezt elvállaltam, azért vállaltam el, mert talán nem is tudjátok, de ezeknek a szerencsétlen sorú gyerekek életében, akik úgy élnek, ahogyan élnek, a szeretetet, azt tőletek, mint edzőtől kapják. Ha biztosan azért észreveszitek, hogy mikor csillog a gyerek szeme, észreveszitek, hogyha valami baj van, rákérdeztetek, iskolában van probléma, stb. Mert más nem kérdezi meg. Más nem kérdezi meg. A banda tagjai persze, hogy magukba fogadják, elsősorban azért, mert ők azok, akik az utánpótlást biztosítják. És ez viszont pénz kell. Elterelésről beszéltem az előbb. Számomra és számunkra a legjobb módszer és forma a sport. Ami egyben természetesen kötelezettség, fegyelem, a sportnak a szeretete, a sportnak az alázata, és különös tekintetten az olyan sportok, amelyek nem individuális sportok, hanem csapatjátékok. Felhívom a figyelmet, ami egy újabb őrület és divat, a vízipipázás. Arról kevesebb szó esik, hogy semmivel sem külön, mint a egyébként a nikotin szívása. Sőt. Nem. Erről írtam ezt minden szülőnek, mert a szülők azt hiszik, hogy minden a legnagyobb rendben van, amikor a szomszéd szobában vízipipáznak a gyerekek. Hát nincs minden rendben. Vagy nem lesz minden rendben a következményét tekintve. Tehát a mi célunk és a feladatunk, hogy tényleg megtanítani a fiatalokat, hogy kulturált módon hogyan lehet szórakozni, hogyan lehet alkoholt fogyasztani. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem, mert az mindig egy ellenreakciót vált ki. De hogyha az ember el tudja és érthetően magyarázni,
Annál is inkább, mert ennek csodálatosan szép irodalma van. Hát itten több száz és több ezer éves kultúráról van szó például. Ugye? Tehát ennek irodalma van, képzőművészete van, csodálatos szép világot mutat az ember, na nem akkor, vagy érez az ember, na nem akkor, amikor esetleg többet ivott a kelleténél, nem. De hogyha mindezt méltósággal csinálja, és kellő alázattal, miért mondom, hogy kellő alázattal? Mert ha tudnánk azt, hogy mennyi izzadság csepp van ebbe a ténykedésbe. Én még csak, már ami a szőlőnek a nem csak a borászati részét illeti, hanem magát ugye a vegyigének az elültetését, a törődést, és sorolhatnám tovább, akkor nyilvánvaló, hogy az ember meggondolná, és valóban még annak tiszteletére is és emlékére is issza azt a nem tudom hány kort bort, akinek köszönhetjük, vagy akinek köszönhetik, vagy köszönheti azt a valóban csodálatos italt. Ebben egyébként, mint mondtam volt korábban, szerencsénk van, mert most már tényleg nagyon odafigyelnek és törődnek, és különös tekintettel ugye most így az Európai Unióban, hát már elnézést, szar dolgokat nem lehet vinni, mert ezt a kutya nem fogja megvenni természetesen. De itt most viszont olyan helyzetben vagyunk, amikor nem csak hogy divat, mert divat is nyilvánvaló, de egészségre nagyon jó hatással van, különös tekintettel a vörösborok, amit tényleg őszintén merek ajánlani. Itt is a mértékletesség természetesen. Na most ebből a programból, hogy aztán ez mi lesz, azt nem tudom, minden esetre az Európai Unió, illetve az Európai Borlovagrend karolta ezt fel, azzal, hogy miután a környező országokban, Európában ilyen jellegű megközelítése, ilyen jellegű preventív tevékenység nincsen. Tehát kíváncsian várják, hogy ennek mi lesz a későbbiekben majd a hozadéka. Minden esetre én ebben bízom, már csak azért is, mert azért azt mindenki, amit már kezdetek óta ugye mondok, hogy maga a józanság, a mértékletesség az fegyelmezi az embert. Most erre a fegyelemre minden tekintetben szükség van. Minden tekintetben, hál' Istennek ilyen a sport is, és más egyéb olyan jellegű tevékenység, ami legalább olyan sikerélményt jelent a fiataloknak, mint az állítólagos kábítószernek a bódulata. Egy gyermekpszichológus, Nadia Boulanger írta a következőt: nem akkor szeretjük gyermekünket, ha minden szeszélyét kiszolgáljuk, hanem ha kihozzuk belőle a legjobb tulajdonságait, ha megtanítjuk szeretni azt, ami nehéz. Egy bizonyos Diana Lumansa következőt írja: ha előről kezdhetném a gyermeknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezem, példálozás helyett példát mutatnék. Nem sietetném a gyereket, hanem hozzá sietnék. Nem a nagy okost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot, kirándulnék, sárkán teregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném, előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról. Na most emögött ugye mi van? Emögött az van, hogy igazán rájönnek az évek során a szülők, hogy mi az, amit elrontottak, és tulajdonképpen a lelkiismeret furdalás iratta ezzel a hölgyel ezeket a sorokat. Tehát, ha drogprevencióról beszélünk, akkor erre kell gondolni, nem valami egészen másra, hanem ezekre.
A másik dolog, ezt azért elmondom, mert ez nagyon fontos, sőt, ez a legfontosabb. Tehát amikor Amerikában voltunk, és egy kiváló ezzel a témával foglalkozó, hát mondhatnám világhírű professzor, aki a megelőzésről beszélt, és egy alkalommal, amikor már, ez már hétvége volt, már fáradtak voltunk, stb., és már zsongott az agyunk, és már rajzoltunk, és minden az ég egyet a világon, terepszemlét voltunk. Mert hogy a kérdés az úgy szólt, hogy hol és mikor kell elkezdeni valójában a prevenciós tevékenységet. Akkor ránk nézett, így, körülbelül úgy, mint bárány az új, vagy szamára az új kapura, és lement a katedráról, úgy becsapta az ajtót, hogy csak úgy zengett. Aztán következő nap rákérdeztünk, hogy talán valami rosszat mondtunk, vagy rosszul fejeztük ki magunkat. Azt mondja, nem. A dolog végtelenül egyszerű. A megelőzést az anyai és az apai terhesség idején kell elkezdeni. Na most először mi ezt egy kicsit furcsálódtuk, nem éreztük, hogy mi hogy kerülünk a krédóba, de aztán pillanatok alatt kiderült, hogy ennek a gyermeknek nem csak egy édesanyja van, hanem egy nemző édesapja is. Tehát, és ami a legfontosabb, ugye a szeretet. Bérei professzor a következőt vizsgálatot végezte éveken keresztül, mert nem tudtak rájönni a gyermekpszichológusok, hogy mi annak az oka, és ez különösen úgy az intézetben felnövekedett gyerekekről van szó, akik mindent vissza, minden ellen tiltakoztak, nem voltak hajlandók enni, nem voltak hajlandók a játékot elfogadni, és sorolhatnám tovább. És hosszú-hosszú évek vizsgálatai után a következő derült ki, hogy ezek a csecsemők voltak az úgynevezett nem várt gyermekek, akik 9 hónap alatt otthon csak az üvöltést hallották, csak azt hallották, hogy kellek, nem kellek, miért, hogy a fizikai inzultus, amit elkövetett a papa az édesanyával szemben, és sorolhatnám tovább. Tehát nem olyan nagy dolgokról van szó, csak oda kell figyelni. És azokat az élményeket pedig úgy felhasználni, mint ahogyan mondtam, ugye elsődleges szeretet, különös tekintettel a családban, és ha ez megvan, akkor könnyebb helyzetünk van. Bár nyilvánvaló, hogy az lenne a legjobb, hogyha minden szülő csak akkor vállalhatna gyermeket, hogyha ehhez megvan a jogosítványa. Egyik szülőnek sincs jogosítványa. Hát olyanok is leszünk, olyanok is vagyunk. Köszönöm.